Sziasztok könyvrajongók, Csaba vagyok, ez itt a könyvelem, és a mai videóban kitöltöm a Moly Tébolda bookteget. Erre a tagre egyébként Csoma Lőrinc Tamara hívott ki, amit ezúton is köszönök, az ő videóját leteszem a leírásba, nézzétek meg a csatornáján, és aki szeretné, az nyugodtan töltse majd ki utánam ezt a teget, akár a moly.hu megfelelő zónájában, akár pedig ide a videó alá kommentben. És akkor lássuk is a kérdéseket, és hogy én milyen könyveket társítok az adott pontokhoz. Első pont, csoportterápia, egy könyv, amiről sokat meséltél másoknak. Egy olyan könyvre esett a választásom, amelyet a csatornám indulásának elején elég sokszor emlegettem, viszont az utóbbi időkben már nem említettem. Most szeretném újra igazából térképre helyezni ezt a könyvet, illetve a szerzőt, Alex Mihálidesztől, a Néma tanú című pszichotrillert. Ez a könyv a Maxim kiadó Mont Blanc válogatásának keretében jelent meg, és mérsékelt sikereket ért el szerintem hazánkban, kevesen olvasták, nem annyira figyeltek fel rá, pedig szerintem egy zseniális alkotásról van szó. A ciprusi szerzőnek ez az első kötete, és azóta már megjelent egy második könyve, ami külföldön a bestseller listák élén tanyázott, úgyhogy szerintem várható az, hogy eljut hazánkba is az a könyv, ha nem is a Maxim kiadónál, de egy másik kiadónál biztosan. Ebben a könyvben egy olyan festőnőt ismerhetünk meg, Alice-t, aki hát igazából nem szólal meg, és őt gyanúsítják a férje meggyilkolásával. Gyakorlatilag végig követhetjük azt, hogy a terapeutája és ő közötte hogyan indul meg mégiscsak a kommunikáció a könyv egy pontján, és hát természetesen kiderül, hogy ő volt-e a gyilkos vagy sem. Egy rendkívül lebilincselő és izgalmas pszichotrillerről van szó. Én tényleg csak ajánlani tudom mindenkinek, és elég sokszor méltattam már a csatornámon. Kettes pont, kényszer zubbony, egy igazán őrült karakter. Én ide nem tudok más mondani, mint Annie Wilkes-t Stephen King tortúrájából, aki ugye fogva ejti a kedvenc íróját, Paul Sheldont, aki autóbalesetet szenved, és igazából magához veszi a férfit, és ráveszi, rábírja arra, hogy folytassa a tortúra sorozatot a kedvenc karakterével, és hát enni válogatott kínzásokkal veszi rá Paul-t arra, hogy úgy alakítsa a történetet, ahogy ő szeretné. Természetesen, ha Paul ellent mond, akkor enni őrületbe vált át, és hát nem akármilyen dolgokkal nehezíti meg Paulnak a gyógyulását. Egy elképesztő könyv, tényleg már csak a borítója is elég sokat mondó. Én imádtam, a kedvenc King regényem továbbra is, csak ajánlani tudom. Annie a legőrültebb karakter, akiről valaha olvastam. Hármas pont, dühöngő, egy könyv, amit szíved szerint falhoz vágtál volna. Tényleg csak szívem szerint, mert sosem vágtam falhoz egyetlen egy könyvet sem, viszont Sarah Pinborough Ne higgy a szemének című köteténél majdnem megtörtént ez. Ezt a könyvet egyébként már tovább is ajándékoztam, olyannyira felbosszantott a vége. Egy thrillerről van szó, aminek én azt gondoltam, hogy realisztikus lesz a vége, és a szerzőnő misztikussá futtatta ki igazából a könyvet, és nekem ez a megoldás nagyon nem tetszett, és bár a könyvnek tényleg a 90%-a elnyerte a tetszésemet, a végével egyszerűen nem voltam kibékülve, és tényleg azt éreztem, hogy legszívesebben a falhoz vágnám, de szerencsére olyan emberhez került, akinek tetszett a könyv, úgyhogy jó, hogy nem tettem meg. Négyes pont, alvás megvonás, egy könyv, amit egész éjszaka olvastál. Hát ilyen még nem volt, úgyhogy maximum hajnal egyig tudok ébren lenni, vagy olvasni egyáltalán, nem tudok már a cselekményre odafigyelni, hogyha álmos vagyok, vagy fáradt vagyok, úgyhogy nem volt olyan könyv, amivel átolvastam volna az éjszakát. Ötös pont, zárt osztály, egy igazán őrült író. Én nem tudok ide mást mondani, mint Stephen Kinget, akinek néhány kötete már itt sorakozik a polcomon, és jó párat olvastam belőle, de nagyon sokat még nem. Azt gondolom, hogy ő a legőrültebb író, akit ismerek, és akinek tényleg hihetetlen fantáziája van, és a kreativitása az valami egészen lenyűgöző. Nagyon őrült karaktereket tud írni, nagyon misztikus dolgokat tud kitalálni, és szerintem hangulatteremtésben is elképesztő, amit alkot, úgyhogy számomra ő a legőrültebb szerző.
Hatos pont, gyógyszerosztás, egy könyv, ami megnyugtatott. Én ide James Nurburynek mondanám a Nagy Panda és Kicsi Sárkány című kötetét, amely egy nagyon-nagyon léleksimogató kötet, a panda és a sárkány barátságát mutatja be, akik együtt vándorolnak évszakokon keresztül, és tényleg a bajtársiasságról, az odaadásról, a lemondásról, az önzetlenségről és a szeretetről szól ez a könyv. Néhány apró buddhista tanítás is szerintem lapul ebben a kötetben, hiszen a keleti filozófia erősen áthatja ezt a kötetet, és csodálatos rajzokkal van illusztrálva. Tényleg egy nagyon megnyugtató kötetről van szó, bármikor szívesen előveszem és csak lapozgatom, mert nagyon-nagyon szeretem. Hetes pont, elektrosok, egy könyv, ami meglepett. Nem tudok mást mondani ehhez a ponthoz, mint Morgan Larsontól az Utolsó szög című kötetet, amelynek alapszituációja annyi, hogy egy szigetre érkezik néhány ember egy koporsó készítő tanfolyamra. És itt szembesülniük kell önnön problémáikkal, traumáikkal, az adott élethelyzetükkel és saját magukkal, és azt gondoltam, hogy a humor fogja áthatni ezt a könyvet, de rengeteg drámaiság és lélektani vonal is került ebbe a történetbe, és tényleg nagyon meglepett, hogy milyen sokat adott ez a könyv, sokkal több, mint amit elsőre hittem, úgyhogy a legnagyobb meglepetés továbbra is ebben az évben ez a kötet. 8-as pont, gumiszoba, a legérdekesebb könyves helyszín. Én ehhez a ponthoz most Jennifer E. Smithnek a Greta James az első ijeszthetetlen című kötetét választottam, amely a csatornám július havi közös könyve volt, hiszen ennek a központi helyszíne a hajó, mégpedig egy alaszkai hajóutazás, ahol apa és lánya kerülnek egy picit közelebb egymáshoz, és hát erről a könyvről tényleg nagyon sokat beszéltem már a csatornámon, és egy élő kibeszélő is látható, úgyhogy aki még nem találkozott ezzel a kötettel, az mindenképpen nézze meg azt a videót. Én imádtam ezt a könyvet, és nagyon szeretnék egyszer egy ilyen hajóutazáson részt venni, ha nem is Alaszkában, de mondjuk a földközi tengeren, vagy valamilyen óceánon, izgalmas lehet. 9-es pont, lobotómia, egy könyv, ami teljesen megváltoztatott. Hát ez a ponthoz én nem fogok tudni könyvet mondani, mert olyan nem volt, ami teljesen megváltoztatott volna. Minden könyv nyilván alakít rajtam, minden könyv hozzámad. Én próbálok minden könyvből kivenni magamnak olyan üzeneteket és olyan fontos gondolatokat, amelyekkel több lehetek, ami az épülésemre szolgál, vagy ami egyszerűen csak elszórakoztat. Úgyhogy ilyen teljes változást egy könyv sem idézett még elő bennem. És 10-es utolsó pont, vigyorgó, egy könyv, amin sokat nevettél. Én ide Maros Andrástól a Kávéházi Pillanatok című kis kötetecskét mondanám, ami tele van olyan rövid történetekkel, írásokkal, amelyek a kávéházakban történtek meg, és tényleg történhetnek is meg, hiszen az ember magára ismer, vagy éppen a szomszéd asztalnál ülő családra ismer rá, úgyhogy én nagyon sokat nevettem, rendkívül megmosolyogtató helyzetek vannak benne. Csak ajánlani tudom ezt az Athenaeum kiadós kötetet. Nos, ez lett volna a Moly Table-d a BookTag, ezúton is köszönöm Tamarának, hogy kihívott rá, és tudom, hogy Vétót Kati is ki fogja tölteni ezt a videót, úgyhogy majd keressétek az ő csatornáján is ezt a kérdéssort, illetve a hozzáfűzött válaszait. Én kíváncsi vagyok, hogy nektek mik a válaszaitok ezekre a pontokra, úgyhogy ha tehetitek, akkor töltsétek ki a moly.hu felületén, vagy itt a videó alatt kommentben. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok ezúttal is könyvelem, további szép nyarat, jó könyvvakációt kívánok. Sziasztok! Thank you.